Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket! Ebben a videóban a tarókönyvekről szeretnék nektek egy pár gondolatot átadni. Egy pár dolgot konkrétan meg is mutatni, mert itt sorakoznak a kis könyveim. Természetesen a teljesség igénye nélkül, de előtte engedjetek meg pár gondolatot, amit fontosnak tartok elmondani. A tarósuli videójában is már pedzegettem a bevezetőben ezt, hogy óhatatlanul találkozni fogtok különböző véleményekről a könyvekkel kapcsolatban, mennyire érdemes, mennyire kell olvasni őket. Én azt hiszem, hogy mindenben, az élet minden területén a legfontosabb dolog a nyitottság. Ilyen módon egyben egyértelmű, hogy kategorikusan elutasítani azt, hogy szükség van rájuk, vagy nincs szükség rájuk, nem lehet. Nyilván vannak, lesznek olyan kártyaelemzők, kártyaolvasók, akiknek olyan intuitív módon jön már a zenétől fogva az információ, hogy adott esetben úgy érzik, hogy nem is az, hogy úgy érzik, hogy nem érzik a hiányát annak, hogy külső információkhoz jussanak. Nem mindenki itt kezdi, tehát ezzel jó tisztában lenni, és jó tisztelni ezt, hogy különbözőek vagyunk, különbözőképpen tudjuk magunkban a saját képességeinket előhozni, felélezteni, nevelgetni, úgyhogy semmi gond nincs én szerintem azzal, hogyha tarotkönyvet olvasunk, sőt, én azért, ez már a személyes véleményem, én úgy gondolom, hogy jó, mert mindig ad egy plusz szemléletmódot, amit aztán persze megszűrve nem 100%-ban szüretlenül magunkba foglalva, vagy magunkba szívva, de az ember érzi azt, hogy mi az, ami vele rezonál, érzi azt, hogy mi az, ami mögött valódi energiák, valódi értékek vannak, és mi az, ami nem. Ráadásul azért ezek mindig egy bejáratot út olyan módon, hogy hát tudatosság és energia van mögöttük, tehát egy kezdőnek mindig könnyebb lehet ilyen módon kapcsolódni ezekkel az energiákkal, ezekkel a tárolt tudatosságokkal. Szóval én azt mondom, hogy ha érzitek, hogy indítatásotok van rá, akkor igen, olvassátok el, nézzétek meg, ha pedig nem érzitek a hiányát, akkor nem kell vele foglalkozni. Ha tarókönyvekről beszélünk, akkor általában azért két csoport lehet bontani őket. Vannak az általános ismeretekről szólóak, és van a másik halmaz, amiket viszont kifejezetten tarókártyák mellé kapsz. Ez utóbbiakból szeretnék most nagyon gyorsan csak egyet-kettőt bemutatni, tényleg csak a teljesség igénye nélkül. Ezek nyilván sokban különböznek a többi könyvtől, amik általános ismereteket mutatnak be, hiszen javarészt arról szólnak, hogy az adott pakli miről szól. Itt mondjuk most pont egy orákulum kártyát sikerült elsőnek kibontani, hát ez természetesen akkor már a taró alapjai például nem is lehetnek benne, de jó példa arra, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen egy-egy oldal vagy oldalpárt egy-egy lap leírásának, elemzésének szentelnek. Nyilván van egy kis bevezető, nyilván van a szerzőkről néhány szó, hogy kik ők, honnan jöttek, milyen indítatás, milyen tematika alapján építették föl a könyvet. Adott esetben ezek a könyvek is mindig tartalmaznak egy-két kirakási útmutatót, legalábbis amelyik ilyen bővebb, az mindenféleképpen ez is ad intuíciót, ez is ad útmutatást. De igen, tehát azért is jött az intuíció szó a számra, mert ezeket intuitívan kell tudni használni. Tehát azért mondom, hogy nyitottság. Ha nyitottak vagyunk, akkor az intuitív információk, megérzések, azok jönnek, érkeznek. Mi az, amit használjak bele, mi az, amit nem, mi az, amivel én is azonosulni tudok, együtt tudok vele rezonálni, mi az, amit nem. Tehát ahogy mondtam, úgyis át fogjátok szűrni, és ez egy plusz, tehát lehet, hogy van benne néhány olyan dolog, amit egyébként nem éreztél volna rá, vagy nem olyan könnyen, vagy nem olyan hamar. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen csak többek lehetünk tőle, plusz azért én szerintem, ez megint a személyes véleményem, nem mindenki fog valószínűleg egyetérteni vele, azért én szerintem ez egy valahogy egy tisztelet is az, hogy tiszteletadás a szerzőknek, a munkájuknak, az energiáknak, amit belefektetünk, hogy hát legalább egyszer
olvassuk végig. Aztán a következő két kártyát, és a, nem a kártyát, a hozzájuk tartó könyvet, amire mindjárt mutatok, azért akarom csak bemutatni, azért gondoltam, hogy jó, hogyha látjátok, mert alapvetően, hát, ha megtalálom itt is, várjatok, azt hiszem, hogy már jól látjátok, tehát ugyanaz a kiadó adta ki. Hát már a csomagolásuk, a terjedelmük sem ugyanaz. Amire itt a figyelmeteket fel szeretném hívni, az az például, hogy hát ugye, hogy ki mit kap, milyen könyvet, mennyi információt kaptok, tehát egy komolyabb csomagolásúból, komolyabb kiadás, és egyébként a kártya alapminősége is sokkal komolyabb, és egy olcsóbb kiadású kártya között, vagyis illetve hát a hozzá csomagolt kis könyvecske között, ennyi a különbség. Tehát igen, ráadásul ezekben azért több nyelven is leírják ugyanazt, úgyhogy ha nézni, hát itt azért igen, tehát egy kirakás van, talán ha jól emlékszem a végén is, ja, igen, de akkor a nyelv végére ugorjak, bár nem biztos, lehet, hogy ott nincs is. Itt láthatjátok, hogy 1, 2, 3, 4, 5 nyelven ad meg ki, tehát ez a pár oldal, ez 5 nyelven ugyanaz, újra és újra leírva, gyakorlatilag egy-egy lap, majd hogy nem egy-két mondat, tehát ebből azért sok mindent plusz nem fogunk kapni, ez igaz, ez tényszerű, talán a kirakás, amihez ajánlják, vagy amit ajánlanak a kártya mellé, azt még lehet, hogy néha jelentőség a szándéból, ezek nem sokban szoktak eltérni. Nem jelentős az eltérésük attól, amit majd ő is majd mindjárt a könyveknél mutatok. Hát itt ugyanez a helyzet, ugyanúgy több nyelven van, azért itt általában van már egy bővebb bevezető, remélem jól látjátok, hogy a fókusz megvan. Általában több kirakás is szokott lenni. Vagy ebben most, de, vagy nem, itt el is magyarázza, tehát egy kis két példakirakást is látni, és nem, itt már kezdi is a különböző kártyákat, tehát látjátok azért egy mondatnál több, hát mondjuk úgy egy fél oldalka ebbe a kis könyvbe, azért minden kártyalapról elhangzik, láthattok, és azért már némi díszítő esztétikai elem is belefér a történetbe, mondom, ugyanaz a kiadó. Hát nyilván a különbség az árban is érződik, és a kártyalapok minőségében is, nem utolsó sorban. És az utolsó, amit ide készítettem nektek, az pedig arra nyújt, abban nyújt betekintés, hogy egy ilyen nagy alakú, hát ti látjátok ezekhez képest mennyivel nagyobb alakú doboz, mit rejt általában magával, hiszen ezeket mindig jó, gondosan becelofánozva árulják. Sőt, tehát, hogyha beváruházból rendeled, akkor végképp nem tudod, hogy mire számíts. Ez ismét egy jós kártya, egyébként a természet szellemének jóslataja, hogy jól látjátok, hiszen ez egy magyar kiadás. A kelták ősi bölcsességre épül a jós kártya, és hát, ugye, tehát egy egész komplet komoly könyvecskét, ha most ide veszem, a majd itt mindjárt bemutatni kívánt könyvet, akkor láthatjátok, hogy a terjedelme az már vetekszik. És akkor nézzük meg ezt a könyvet. Hoztam nektek közben egy másik mécsest, mert ez már kezdett el aludni. Tematikus könyv, tehát megint csak azt látjuk, hogy erősen a kártyához épül, ami mellé adták, már bővebb, már szebb illusztrációkra is, sőt, néhány esetben díszes illusztrációra is futja. Nyilván megint pár mondatot azért a szerző indítatásáról kapunk, tematikusan ugye valamennyire bemutatja a rendszert, amibe beépül maga a kártya, vagy amin keresztül kommunikál velünk. Ez ugye a kelták ősi bölcsessége, ahogy az már látható volt, tehát az Ogham ABC-n keresztül kommunikál, tehát nyilvánvalóan bemutatja nekünk az Ogham ABC-nek néhány alapvető tudnivalóját, elmagyarázza nekünk,
hosszasan a zöld emberkéről, hogy milyen kultúrkörből érkezik, ha adott esetben, és aztán a fák nyelvével el is kezdi. Itt már bővebben egy egész oldal páron keresztül beszél egy-egy lapról, a képet is láthatjuk, a képét is láthatjuk a kártyának, ami megint csak segítség, sőt, hát itt látjátok, van, hogy bővebben is ír. Ezt szépen végigviszi, mind az összes lapot, és a végén itt is a kártyák használatáról olvasgathatunk. Konkrét eseteken, konkrét példákon keresztül, a könnyebb, egyszerű kirakásoktól, na, egészen a már bonyolultabbakig, és megint egy-egy példával, melyik kártya adott helyen mit jelent, hát ugye azon az egy példán keresztül, amit hoz, és egy harmadik kártyavetés is itt van benne. De ennyit várhattok egy ilyen nagyobb alakú kártya mellé csomagolt könyvről. Azt többnyire el lehet mondani, hogy ilyen kisebb pakliknál is lehet, hogy kivételek mindig vannak. Én eddig csak azzal találkoztam, hogy ha nem volt hozzá kis könyv, akkor az nem volt eredeti kártya. Most nem raktam vissza nektek, ugye gyorsan vissza, és akkor... Szóval, amikor nincs mellé ez a legminimálisabb útmutató, hanem egy QR kód jelenik meg az alján, ahonnan le tudjátok, amivel aztán le tudjátok tölteni a netről, nos, az azt jelenti, hogy nem feltétlenül eredeti ez a készítés pillanatában, mert ki tudja, lehet, hogy aztán például papír gazdálkodási szempontból kitalálják majd az eredeti gyártók is, hogy hát elég egy QR kód, és aztán digitálisan megtalálják majd az emberek ahhoz útmutatót. Ezt nem tudom. Jelenleg ez most egy olyan dolog, amivel számolni kell, amit jól tudtok. Na és akkor nézzük az általános könyveket, mert igazándiból ennek szerettem volna én szentelni, vagy ezeknek szerettem volna én szentelni ezt a videót, hát természetesen a teljesség igénye nélkül az a négy könyv, ami nálam most itt van, a Marseille taróról is volt külön könyvem, tehát létezik ugyanígy általános könyv tematikus taróhoz is, tehát nem a kártya mellé kapható könyv. De mivel nekem a Marseille taró az nem volt, nem hát hozzám közel, hogy mind a kártyát, mind a könyvet eladtam. Most ez a négy könyv van. Ez a négy könyv mind ugyanattól a szerzőtől van. Én szerintem az egyik legismertebb. Ez nem azt jelenti, hogy más szerzőtől nem szeretnék, mert van még olyan digitális formában olyan tarókönyv, amit ha megjelenik, abban a pillanatban meg fogok venni. Ezek most, amiket vagy újonnan, vagy használtam, meg tudtam szerezni, vagy amelyik már több mint 20 éve megvan, és akkor kezdjük is talán ő vele. Ezen keresztül már nagyszerűen látni fogjátok, hogy egy ilyen általánosabb könyv általában hogy épül föl, mi az, amire számíthatok. Kulcsszavak a tarókártyához, ez egyébként a szerzőnek, mivel nem csak taróval foglalkozik, hanem például asztrológiával is, meg hát úgy általában ezekhez kapcsolódó világképekkel, nos, kulcsszavaka ehhez a hozamahoz is megjelent általa. Na, most a taró könyvét nézzük. Ez a könyv ebben az állapotban leledzik nálam. Jó sokat használtam, ez volt az első taró könyvem. Ebből ismerkedtem meg a kártyákkal egyesülve, és majd látni fogjátok, amikor a másik három könyvet bemutatom, van mindegyikben egyébként olyan dolog, ami plusz hozzáadott tartalom, ami a másikban nincs. Ebből a felépítése az ugyanaz, van, ahol erre fordít nagyon figyelmet, hol arra. Mindegyiknek van erőssége, mindegyiknek van nyilván a másikhoz képest például kevesebb tartalma, vagy amire nem figyel annyira, vagy nem olyan bőven magyarázzál. Ez egy abszolút kezdőknek szóló
a labdarab, és hát tényleg az alapismeretekkel is kezdi, ez a többi könyvnél nem feltétlenül lesz mindegyiknél így. Mi a taró, a kártyák felépítése, itt látjátok a bot, kardok, kehely, érmék, ugye ez a négy elem, a francia kártyában, a magyar kártyában milyen megfelelője van, a kártyák eredete, itt megint történelmi dolgokról is beszél, különféle kártyai játékokról, aztán gyorsan át is tér a leggyakoribb kérdésekre és a rájuk adott válaszokra. Az udvari kártyák sajátos szerepét is bemutatja, arról is beszél. Világteremtés, az alvilági utazás, a hős útja, a nagy árkánom 22 lapján keresztül, bocsánat, tehát a taró kártya az ugye adott többnyire adott kártyaszáma. 78 darab kártyával foglalkozik, dolgozik, 22 ebből a nagy árkánumok részre, és ez a 22 nagy árkánum, ez ezen keresztül, hogyha sorba rakjuk őket, nyilván a bolond lapja az első egyben az utolsó, és aztán megint első, megint utolsó, tehát ilyen spirálisan, ahogy a lélek is fejlődik, szintről szintre, meg tudja mutatni a lélek fejlődés egy-egy lépcsőfokait, és kirajzolódik, ha egymás mellé teszitek. Ahogy jönnek sorba a nagy árkánum lapjai, szépen a hős útja, a lélek fejlődés útja. Nyilván van erre épülő kirakási módszer, és ez azt hiszem mind a négy könyvben benne van, hogyha ez külön érdekelne titeket. A lényeg az, hogy erről olvasni, ezt ismerni alapvető dolog szerintem. Hozzáad egy olyan pluszt, mint a világszemléletünkhöz, mint a saját fejlődésünkhöz, mint a kártyával való munkához, amit hogyha nem olvasunk el egy tarókönyvet se, akkor az úgy hiányozhat. Persze hozzáteszem, tehát nem arról van szó, ha valaki, persze, mert hogy ne léteznek olyanok, akik már eleve úgy születik, vagy tehát előjön belőle ez a képesség, és emlékszik, és maximum, ha elolvassa, ja, tényleg én ezt eddig is tudtam, tehát nyilvánvalóan ez létezik, de mindenkinek azt mondani, hogy ne olvas könyvet, az botonság, ám hát sajnos láttam már ilyet. Na hát a hős utazását bemutatja lépésről-lépésről, kártyáról kártya, hogy ezen az úton melyik kártya, mit jelent, miért az, miért úgy ábrázolják, ilyen szimbólumok, olyan szimbólumok. Ez nagyon, nagyon kihagyhatatlannak érzem. Amelyik téma megint majdnem minden könyvben lesz, a kérdés feltevéstől a jóslatig, tehát mi a jó kérdés, milyen a jó kérdés, erről így hosszan ír. Ebben a könyvben táblázat is van, hogy melyik lerakási módszer, mert természetesen azok is lesznek, mert mindjárt látjátok, melyik kérdéshez passzol jól. Megint nem szentírás, ajánlás, sőt, a lerakási módszerek is, ha érzitek, jön egy intuíció, nyugodtan találjatok ki, alakítsatok ki sajátot, nyugodtan használjátok azt, nyugodtan használjátok ezeket, nyugodtan vegyetek figyelembe, hogy milyen kérdés lesz, melyik a jó, és hogyha érzitek, akkor nyugodtan változtassatok rajta. Az intuíció az alapja az egész kártyavetésnek, akkor legyünk intuitívak. A lerakási rendszer, látjátok, van amiről rövidebben, van amiről hosszabban ír majd, hát nyilván a lapszámok is itt mások. Egyébként mindegyiknél nyilván leírja, hogy mi a neve a lerakási rendszernek, a közlés tartalma, két ember között fennálló viszony, állapotot mutat meg a kapcsolatjáték, például a nehézségfokozatot a kettesbe sorolta be, húszandó kártyalapok száma 7, és a jellemző kérdés, milyen a kapcsolatom XYZ-vel, ezt tudhatjuk meg, szépen mutatja, hogy melyik helyen lévő kártya, melyik számú kártya mit jelent. És hát látjátok, számtalan, tényleg számtalan, ugye a főpapnő titka, azért ez egy kicsit már bonyolultabb, mélyebb, itt aztán mélyebben is él róla. De nagyon sok lerakási módszert, ezt most csak így tudom ezt a könyvet már lapozni, elnézést, szóval látjátok, milyen hosszan ezt taglalja. És akkor jön a könyvnek a különlegessége, kettő van. Az egyik a nagyobb részét kiadom, a kulcsszavak az értelmezéshez. Mindegyik kártyalappal így fog eljárni, hogy egyrészt mutatja nekünk igaz a fekete-fehér képét, rajzát. Én, nekem ez volt az első könyvem, tarókönyvem, és mivel én először asztrológiával foglalkoztam,
nem, először numerológiával, asztrológiával, és utána taróval. Ezért aztán egy készen ideírtam szépen mindegyikhez az asztrológiai jelentéstartalmat. Ez nagyon kevés könyvben van benne, ott majd lesz még egy, amiben megtaláltam. Ezt még annak idején valakinek a jegyzeteiből másoltam ki, az egyik tanulótársamnak volt már meg akkor. Na de, nem ez a lényeg, leírja. Ez a fél, mindegyik lapon két kártya van, ez a felelet, tehát látjátok, leírja archetípus, a gyermek. Általában mit jelent? Rácsodálkozás, nyitottság, újrakezdés. Ha hivatás területére érkezik a nap, hozzá nem értés, vagy újrakezdés, kapcsolati témában érkezett bolond kártya az életre valóságot és a spontaneitást jelöli. Öntudatra kérdeztetek rá? Nos, ebben az esetben az előítéletmentességet vagy a kíváncsiságot jelöli, míg szellemiek esetében a bolond bölcsességét. Ha célként érkezik válaszra egy kártya, akkor ezen a kártyával a cél a keresés vagy az úton levés. Az árnyoldala a kártyának a felelőtlenség, ha fordítva érkezik meg a kártya, ha esetleg aki figyeli, nyilván annak, akkor káosz, balgaság, kudarc, majd pedig felsülés a jelentés tartalma. Ha quintesszenciaként érkezik, akkor az elfogulatlanság és az állandó újrakezdés bámulatos módja, ami új struktúrákhoz vezet. Na, ez alapján épül föl mindegyik kártya. Nyilván a nagy árkánunknak már beszél quintesszenciaként, hiszen a kis árkánunkat azokat nem vesszük figyelembe ott. És látjátok, szépen végigmegy mindegyiken. Az igazságszolgáltatásnál bemutatja, hogy egy külön figyelmet fordítal, és megjegyzi, hogy ugye ez a két lap, amit föl szokott néhány pakliba cserélve lenni. Tehát valahol az erő a 8-as, valahol az erő a 11-es, és ugyanúgy az igazságszolgáltatás valahol az a 8-as, valahol pedig az a 11-es. Akasztott ember, halál, itt látjátok, szépen végigmegy. Itt már a kis árkánumoknál tartunk, és még ezt akartam nektek még bemutatni, ugye a király és a királynőnél van még a leírásban a különbség, hiszen itt hivatás kapcsolat, ilyeneket nem tárgyal külön, ugye nem címszavakat határozott meg, vagy nem ezekhez határozta meg a címszavakat, hanem általában ír, például a Botó királynál egy férfiről, aki megfelel a tűzőselemnek, akkor a terő dinamika, a vállalkozókedvű, lelkesedésre hajlamos, temperamentumos, vezetői képességekkel rendelkező öntudatos egyén, mond egy példaképet, a naphős, a harcos tanácsadók, Artúr király, Barbarossa Salamon, vagy Salamon, bocsánat, árnyoldala pedig a kártyának, a törekvés, a rámenőség, a szerencselovak, és mutatja ugyanolyan megfordított jelentéstartalma tapintatlan vagy szigorú. Na hát, ezek a kulcsszavak körülbelül, amiket mond nekünk, érdekességnél, például az érmék hármas általában előbbre jutás, vizsgák letétele, a saját tudás bebizonyítása, belépés egy új titokzatos világba, hivatás területi megbízás, vagy egy képzés vége. Kapcsolat esetén túljutás a válságon, új stabilitás. Öntudat esetén új fejlődés, önmegvalósítás. Cél esetén behatolás a titkok mélyére. A szárnyoldal ennek a kártyának az öntömjénezés, vagy a nagyképűség, megfordítva pedig középszerűség, ostobaság és érzéketlenség a kártya jelentés tartalma. Látjátok, tényleg kulcsszavakban, címszavakban tárgyalja őket. És egy lényeges dolog van még itt hátul, ami szerintem plusz, és ez mellett a könyv mellett szól, ez a függelék része. Ahol nézitek, csak újabb címszavakban egy-egy címszó mellé megmutatja, hogy épp az adott témáról melyik kártya beszél nekünk. Például álomról mesélhet nekünk a bolond, a főpapnő, az uralkodó, a hold, a kardok 9-es, kardokász, a kardok 6-os, kardok 7-es, kelyhek lova. És a bolond esetén az álmodozóról, a főpap nő esetén az álmok értelmezéséről, okulás az álmokból, az uralkodó esetén az álmok megvalósításáról beszél, a hold esetén ez már a rémálom és az álmatlan éjszakák, a kehely ásza egy álom beteljesülésének a lehetőségét jelentheti,
a kelyhek hatós, régi álmok és emlékek hajhászása, kelyhek hetes a holdkórosság, és a kelyhek lovagja pedig az álmodozó hangulat. És így aztán például a bánat, kardok 3-as, kardok 5-ös, kardok 9, kardok 4, kehely 5-ös, tehát szépen végigmegy. Egy csomó dolgon, esély, érzékiség, erő, energia, mik vannak ki még itt, bizalmatlanság, bizalom, biztonság, boldogság, béke, döntés, egészség, fájdalom. Nagyon-nagyon sok mindent látjátok mennyi lapon keresztül. Szerénység, szexualitás, tetterő, siker, sejtés, összeomlás, ösztönszabadság, szerénység, vizsgavita, vágy, végutazás. És az egyes kártyák egymás közötti ellentétes jelentéseiről is beszél egyébként, ugyanígy az ellentétes kártyákról egy összeszedett táblázatban. Itt is egy példát nézünk ki, például a kártyák, az erő és az ördög, egy ellentétes kártyapár, féken tartott hajlamok az egyik, míg a másik kiszolgáltatva az ösztönöknek. Ez már egy rövidebb kis táblázat egyébként. És hát még egy szavak, néhány fogalmat elmagyaráz a szignifikátor, kijelölő pakli, számkártya, udvari kártya, védőkártya, kis árkánum, nagy árkánum, és hát néhány értelmezési példát is ad. És itt még aztán bővenben beszél a Marseille taróról, a Rider taróról például. Azt hiszem az asztrológiai létra, nem, az állatok helyzete a vizsgálat időszakába. 8-as számról egy kis numerológiát a számmisztika szempontjából. A 8-as és a 11-es szám, ugye, hogy miért keverik, kavarják, cserélik egyesek. És ez már egy segítség, hogy akkor te, hogy akarod értelmezni ezt. Ugye azért, ha figyelitek, vagy figyelembe veszitek a numerológiai kártyát, akkor ez számítani fog, ez pedig egy némi kis jegyzet. Szóval ez a kulcsszavak a tarókártyához. Nézzük, hogy ehhez képest a többi kártya mit nyújt. Na, jön ez a két két könyv, ami nagyon hasonlít egymásra kinézetében is és címében is. Szóval a gyakorlati tarókézikönyv és a tarókézikönyv az nem egy és ugyanaz, nem ugyanaz a beltartalom, különböző címmel megjelentetve. Más hasonlóság is lesz még benne, hát ez a hasonlóság az oka az, hogy hozzám került ez a könyv, de látjátok, maradt, mert vannak erősségei neki is. A gyakorlati kézikönyvet szerettem volna megvenni, ez sikerült. Na nézzük, ő miről mesél. Egyébként itt van a mi kis szerzőnk, aki 2009 óta már odaállt van. Először néhány szót természetesen mond róla. Látjátok, utatás kezdőknek ez már sokkal rövidebb itt, egyáltalán nem ilyen részletesen fogja ezt a témát feszegetni. Útmutatás hozzájátoknak, és már itt látok egy, az egy kirakási módot, ugyanis ez a könyv maga erre épül föl, majd mindjárt látjátok, erre az egy kirakásra. Méghozzá az alábbi formában, de itt van a bolond kártyája, egy kis bélyegképet látok róla. Az asztrológiai megfelelőt, ez az egyetlen könyv, ahol láttam egyébként ilyet. Mitológiai kép, aminek megfelel, a Yi Qing megfelelője, vagy Yi Qing megfelelője, ki hogy ejti. Ez is nagyon eredeti, és nagyon sokat segített annak, aki a Yi Qinget már mondjuk érti. Akkor ezek a párhuzamok tudnak segíteni, hogyha kezdő vagy viszont a taróba, hogy hogyan értelmezd. Látunk, hogy kapunk egy ilyen leírást, egy ilyen általános energia, hogy milyen energiába helyezkedjünk be, hogyan tudunk ráhangolódni a bolondra.
általános jelentéstartalma. Szakmai téren mit jelent nekünk? Ugye hasonló, mint a kulcsszavak, csak nem kulcsszavakba, bővebben kifejtve tudatszinten. Személyes kapcsolataink területén mit jelent a bolond kártya? És a lap másik oldala mindig, hiszen ez lesz végig majd a könyvünkbe, végig menve a 78 lapon. Szóval a másik oldalon pedig bemutatja, hogy az előbb mutatott kirakásnak megfelelően a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik vagy hetedik helyre érkezik az adott lap, mit jelent. És ilyen módon mind a 7 lapot összemorzsolázhatjátok magatoknak. Ja, nekem az egy a bolond. Akkor nyilván ezt veszitek alapul, attól függően, hogy szakmai tudat vagy személyes kapcsolatok szintjén szeretnétek a kártyát nézni. Ha a második kártyának kijött, nem tudom én, mondjuk a szerencsekerék, akkor a második helyen a szerencsekerék mit jelent. Ha mondjuk harmadik kártyának kijött a torony, akkor az torony a harmadik helyen mit jelent. Szépen lépésről lépésre végigvehetitek. Kezdőknek szerintem nagyon-nagyon jó, és még én azt mondom, hogy így hozzáértőként is ez egy kis segítség lehet, gondolatindító, egy kis plusz ismeretanyag. Látjátok, így veszi végig. És a legvégén pedig ilyen röviden, nem úgy, mint az előbb láttattátok hosszabbon, ilyen rövidebben néhány lerakást bemutat, egyébként jellemzően ugyanazokat. Kelt a kereszt, ez is mindegyik könyvben benne van, a főtapnetitka. Itt is van egy rövid függelék, de ugye ez már arról szól, hogy ugye honnan szedte ezeket az információkat, egy hivatkozási alap, és a többi, és a többi. Na és a gyakorlati kézikönyv, az pedig már ő. A tarot jó szolga, de rossz uralkodó, ez így van. Mi a tarot? Látjátok, itt is már bővebben kezdi el elemezni. Már nem annyira, mint a kulcsszavak a tarot kártyához, de azért itt is látjátok a Marseille tarot, és megjeleníti a Reader tarot, egy kis történelmi levezető a tarot szó értelmezéséről. Mennyire véletlen a véletlen, vannak-e jó vagy rossz kártyák, azért mondom, mennyire röviden látjátok. A kérdés feltevésre az értelmezésük, megint egy hosszabb figyelemfordítás arra, hogy milyen a jó kérdés, és hogyan értelmezzük a kártyát. A fordított kártyákról, a quintesszenciáról is beszél. Igazándiból ez a könyv is kirakási rendszerre épül fel, de nem egyre, majd mindjárt látjátok háromra. Hasonlóan az előzőhöz. És nyilván aztán itt akkor erről a háromról a könyv elején külön beszél, külön tárgyal, hogy hogyan használjuk, mire használjuk, melyik helyen elvileg ugye mi jelenik meg, mit fed fel előttünk a lap. Az egyik értelmezési példa majd az egy szerelmi kirakás lesz. Nyilván el is mondja, hogy majd a szerelmit akkor hogyan értelmezzük. A vakfolt lesz a másik. A harmadik pedig az iránytű kirakási módszer. Tehát itt ezekről beszél. Konkrét példákkal is bemutatja, hogy ez a 4 kártya érkezett számára praxisában, nyilván a szerzők praxisában egy alkalommal. És aztán úgy, hogy melyik kártya mit jelent, és hogyan olvasta össze a 4 kártyát. Ez vakfoltra, és ugyanígy itt van egy ilyen példa, és innentől kezdve már hasonló a könyv. Látjátok a bolond, a jelkép, hát itt megint címszavakat, kulcsszavakat használ, kutya, ugatás, fehér virág, fehér nap, tehát néhány olyan dolog, amire figyelni kell a kártya megtekintése során, szimbólumok ezek, ugye, amiknek jelentés tartalma van, a teljesség igénye nélkül egyébként. A bolond nyitottságot jelent, és itt még leír néhány dolgot, hogy mit még gondtalan ember, veszély, ártatlanság, a semmi, amiből minden keletkezik, címszavakba, kulcsszavakba.
A burnout önálló kártyaként vagy más kirakási módszerekben mit jelent általában, mit jelent a hivatásra, mit jelent a szerelemre? Kérdezzük, hogy erről is volt már példa, de például a kulcs szavaknál csak kulcs szavakba. Itt azért pár mondatot rászán, hogy ezt kifejts, és mit jelent quintessenciaként. És akkor innen jön az, amit mondtam, hogy a szerelmi jóslatba a bolond melyik helyen mit jelent, az iránytű kirakási módszerbe a bolond melyik helyen mit jelent, és a vakfolt kirakási rendszerbe melyik helyen mit jelent a bolond, és természetesen, ahogy ez előbb is, így szépen végigmegy mindegyik kártyán lépésről lépésre. Majd más kirakási rendszereket és módszereket is bemutat. Látjátok, megint csak a főpapnő, a döntésjáték, a keltokereszt, a kereszt, a vakfolt, a nem, az benne az előbb volt, a következő lépés, a bolond, a jól ismert kirakási módszerek. Ez volt a gyakorlati taró kézikönyv, és már csak egy könyv van hátra, a tanácsadó taró. Ennél a könyvnél megint elmondható, hogy nagyon jól működik kezdőknél, haladóknak is szerintem hasznos lehet. Ez egy viszonylag új könyv, nemrég kezdték el újra kiadni, régebb óta ismerem már, de kellett nekem, lapozható, kézzel fogható változatban is. Annyira jó és ihletért vagy néha csak, hogy a gondolataink, amikor érezzük, hogy már úgy beszűkült, akkor úgy csak úgy kitágítani a gondolkodási rendszerünket, vagy rálátni új dolgokat, egy friss nézőpont, de az mindig, és egy olyan origó, ami ezt mindig érdemes visszanyúlni, mert nem azért, mert szentírás és szóró-szóra, hanem mert egy nagyon jó forrás alap, amiből merítkezni, töltekezni lehet. Látjátok, 24 bevált kirakási módszert egyébként ez a könyv is tartalmazni fog, de nem ez az erőssége. Vagy nem csak ez. Mutatom, hogy mi. Hát megint bővebben bevezet minket a taróba, hát ezért is mondom, hogy kezdőknek is, mert az alapok is. Tehát a taró kialakulása napjainkig néhány olyan múlhatatlan érdemet szerző karakternek a bemutatásával, aki nélkül a taró ma nem az a taró lenne. Látjátok, nem sok szót fecsére rájuk egyébként. A Marseille taró, Reader taró párhuzam állítva, hogy mik az alapvető különbségek. Ugye a Marseille taróban a kis arkánumokon nincsenek figurák, csak maga a szellem az adott számban megjelenítve. Esetleg nem ismertétek volna. Na megint a kérdésfeltevéstől az értelmezésig ez a téma megint előjön. Milyen a jó kérdés? Egyáltalán mit lehet kérdezni a tarótól? Itt nagyon jól példázás, hogy mi az, ami lehetetlen kérdés, és mi az észszerű megfelelője. Tehát olyannak, hogy sikerül vagy nem, nem tudunk kérdezni a tarótól. Ezt célszerűt kérdezni, mi történik, ha megpróbálom, és mi, ha nem. És mutatja, hogy milyen kirakási módszert ajánl hozzá az iránytű a döntésjáték. Költözni fogok a közeljövőben? Itt már két kérdés változatot is ad. Érdemes azt kérdezni, hogy keresek egy másik lakást, vagy jobb, ha ott maradok, ahol most lakom. Ez ugye az iránytű, vagy a döntésjáték lehet egy jó kirakási rendszer, vagy pedig mit tehetek, hogy megtaláljam a megfelelő lakást? Na, ha erre ez a kérdésünk, akkor az út kirakási módszert ajánlja, ami szintén, mint mindig, nem szentírás, de jó kiindulási alap. Beszél például a keverésről, a húzásról, a kirakásról, ami azért megint egyéni kérdés is, a kártyák értelmezés, az összkép, de egyébként, hogyha olvassátok majd bármely könyvét, tehát ott azért ad nekünk tág kereteket, már amennyire lehet például, hogy 8-as vagy 10-es kártya, quintesszenciát nézed, nem nézed, fordítva nézed, nem nézed, de hát ezt a tarósülőben, hogy is én is elmondtam, hogy ezek olyan dolgok, hogy ezt magunkkal kell tisztázni előre, hogy tudja a tarókártya, hogy hogy kommunikáljon velünk, és akkor abban a rendszerbe beszállunk, akkor az nem a rendszerbe fog
kommunikálni velünk. Érthetetlen kártyák, igen, hogy nem értünk egyes kártyákat, tehát előfordul ilyen is. Az udvari kártyák sajátossága, hogyan lehet a leggyorsabban megismerkedni a kártyákkal. Hát igen, érthetetlen kártyák, ezért is jó például egy ilyen könyv, mert hogyha az ember egy picit megakad, akkor felveszi vele a fonalat, és már is indulnak a saját üzenetek. A kirakási módszer, ugye az a 24, amit mondott, az üzenetek jelleg, hogy miről üzen nekünk, például a főpapnotitka, hogy hogyan halad tovább egy folyamat például, és hát nehézségi fokozatokat társít hozzá itt is. Egyszerű kirakások egy-egy kártyával, ilyen is van, taró tanácsa, ugye, hogyha mit tanácsol a kártya, húzok egy lapot, napi kártyák, ugye ezt ismeritek már a videóimból is biztos, de ez érdemes havi, vagy akár éves kártyaként is megkérdezni, erről is itt ír, hogy hogyan értelmezzük. Természetesen bemutatja azt a 24 jellemzően ugyanazt, mint a többi könyvben. Lehet, hogy kicsit bővebben, de lényegében majdnem szóról-szóra ugyanazt írja. Tehát ezért nem igazán, csak ezért nem igazán érdemes. Na, itt jön a lényeg. Ugyanis ez a könyv másként veszi végig a kártyalapokat, mint a többi. Látjátok, egyrészt már színes, mindegyik kártya egy-egy oldalpárt kapott, nyilván sorrendbe. A bolond, egy rövid képi leírás, nyilván itt elsősorban azokra a szimbólumokra hívja fel a figyelmet, aminek jó, hogyha jelentés tartalmát is ismerjük, hozzá veszük, használjuk adott esetben. A bolond egy szakadék felé megy, de mert a kutyája ugat, vissza fog fordulni, és valószínűleg sosem tudja meg, mekkora veszélyben is volt. Tehát egy képi leírást mutat. De egyes feltételezések szerint a batyuban a tarot jelképei vannak, bót, kard, érme és kegy, de nem látjuk ugye, hogy mivel van felszerelkezve. Jelentés tartalma is, a bolond az ember bontran, felszabadult, mindig kíváncsi oldalát jelképezi. Aztán persze folytatja még általános jelentése, ami egy-két mondatban szerelmi kapcsolat esetén mi a jelentés tartalma, hivatás területén, illetve ha tanácsadó kártyaként húzod, akkor mit tanácsol vele a kártya? A quintessenciaként érkezik, ez ugye csak a nagy árkánumoknál van értelemszerűen itt is, akkor mit jelent? Napi kártyaként érkezve mit jelent? Éves vagy havi kártyaként érkezve mit jelent? És ami szerintem erőssége ennek a könyvnek, amiért szeretem, az az, hogy párhuzamba állít lapokat mindegyiknek az alján, mindegyiket egy-egy másik hasonló jelentéstartalmú lappal. Kicsit hasonlóan a kulcsszavas kártyánál, hogyha emlékeztek, ott a függvénybe, ugye hátul, vagy függelébe, bocsánat, a függvénytáblázat, jó, kicsit matematikak témakörbe vagy. Tehát a függ, vagy mellettek meg is mutatom a függvényekbe, amit olvastunk, itt különböző lapok, pedig pont az ellentétes kártyák, de igen, tehát erre is hasonlóan mindig ebbe a táblázatba bemutatja, hogy a bolond és adott esetben az uralkodók között mi a különbség. Itt azt mondja, hogy a bolondhoz társított jellemző tulajdonságokkal, a káosszal, a kísérletező kedvel és az ösztönösséggel szemben az uralkodó a rendet, a szerkezetet, a tapasztalatokon alapuló tudást és a kitartást testesíti meg. És lásd még a napot a 122-es oldalon, ugyanis a 122-es oldalon majd bemutatja a napkártyát, és a napkártyát fogja itt a bolonddal párosítani. Az ember életútját a bolond a kezdetben még ostoba bolondként jelképezi, és a nap napkártyán látható gyermek a tiszta bolondot, az út végének bölcs bolondját. A bolond fehér, naív napja, a napkártyán nagy, aranyló nappá érett. Tehát ami itt még pici, fehér, az ott már nagy, sárga nap. Tehát ilyen, látjátok például itt van, hogy ellentét, de például az uralkodó nőt, a kehely hármassal, mert egy hasonló jelentést tartalmaz, itt már nem ellentétes
a jelentéstartalmuk egyértelműen. Szóval ez a nagy előnye ennek a könyvnek. És természetesen végigviszi mind a 12-t. Hát ugye itt látjátok már a kis árkádomot, itt már ugye quintessencia nincs, itt már éves kártya nincs, hiszen azt a nagy árkánumból ajánlja, viszont ugyanúgy tarot tanácsa és napi kártyaként ugyanúgy itt van az összehasonlítás is. És hát itt is van egy kis tudnivaló még itt a végén. Ezek is mind-mind asztrológia és a taró. Érdekes tudnivalók, különböző jegyek, bolygók, elemeknek a jelei, hát némi asztrológiai bevezető tudás, és aztán itt egy kis hozzárendelés mindegyik laphoz, illetve bocsánat a nagy arkánumokhoz. Na hát, ezeket a könyveket tudtam én nektek bemutatni. Remélem, hogy tudott hasznos információt adni, minimum abból a szempontból, hogy mit várhattok, hogyan épül föl egy ilyen könyv, mik a különbözőségek, mik a hasonlóságok. És talán így most már jobban el tudjátok dönteni, hogy szeretnétek, nem szeretnétek, tud-e nektek olyat nyújtani, amire szükségetek van, vagy nem. Mindenféleképpen a saját belső hangotokra hallgassatok, azt kövessétek, jó olvasást kívánok, és utána pedig sok sikert a kártyák értelmezéséhez. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, sziasztok!